Sziasztok ismételten! Nem is olyan nagyon régen csináltam egy szösszenetnyi videót, amikor ugyanezt a képet mutattam be, mint amit most mutatok. Akkor ugye a párafelhőtől és az esőtől nem lehetett látni szemben a vöröskőt. Az mutatom a ujjammal. Ott van. Itt szembe ez a hegy, ez egy szintén nagyon érdekes hegy. Télen klasszul lehet látni, hogy ott régebben, nagyon-nagyon régen valami ott állhatott, mert amikor a fák a leveleiket elhullajtják, és a hó ráesik a hegyekre, akkor ott végig ebben a sávban folyamatosan egészen a vöröskőtől sziklamaradványok vannak, amiket, hogy ne legyen üres járat, amit mondok, mi voltunk ott személyesen, fölmentünk, megmásztuk ugyanolyan járatlan úton, mint a tegnapi kőhegyet, hogy kijelöletlen susnyás úton kapaszkodtunk fűbe, fába, gyökerekbe, amibe csak lehetett. De megtettük, és ugye így szépen klasszul látszik is, hogy marhalapos az a rész, tehát ott régebben valami volt. Most egy kicsit már ugye, hogy sötétebb a dolog, nem mindig mutatja, de egyébként ez egy elég mesebeli táj szokott lenni. Sok érdekes dolgot lehet látni. Akár a csillagos ég a hegyek felett, akár a felhők. Van ott a fákon túl már a Duna folyik, ott van egy ilyen kanyarolat, és abba az irányba van Kisoroszi, amerre mutattam. Szóval jó ez a hely, én mindig azon morfondíroztam, hogy milyen jók ezek a plegykapadok, amik annak idején kint voltak a házak előtt. Jó lehetett kommunikációs gyűléseket tartani a szomszédokkal és az erre járókkal, bár hála Istennek erre még nem járnak olyan túl sokan, bár egyre többen, mint mondjuk 14 évvel ezelőtt. De azért a maga kis hangulata megvolt ezeknek a plegykapadoknak. Most általában azért, ha jönnek hozzánk, akkor itt így le szoktunk kücsörögni erre, arra, amarra, de volt, hogy itt a fűbe ültünk le, mármint ez egy lucerna föld volt. Most már letelt az az idő, amikor a lucerna ültetésétől számítva 5 évig lehet ugye a terményt lekasszálni, utána már egyre jobban gyérül és fogyatkozik, tehát ha valaki lucernát ültet magyarán, akkor annak azt jelenti, hogy azt 5 évig tudja a hasznát szedni. Egyébként a lucernának az ültetése nem egy olcsó nagyság. És akkor ugye erre jobbra nézünk, akkor itt van egy cuki kis napraforgó tábla. Ha erre nézünk, itt egy kukoricatábla. Szóval szeretek itt lenni. Szeretem, amikor már csönd van, és tényleg semmit nem lehet hallani, de tényleg semmit. Csak a bogaraknak, meg az éjjeli lényeknek a hangját.
kettő fa. Tehát itt volt 1, 2, 3, 4, 5, 6, és itt volt a hetedik. Egyszer egy baromi nagy viharban ez kidőlt. Mi nekünk általában valahogyan az égiek vigyáznak ránk, mert akármekkora vihar is volt, viszonylag kisebb viharkárokkal mindig megúsztuk a dolgokat. Azon morfondírozom, hogy lehet, hogy retkes a kép. Izém? Mindjárt letörlöm, hát ha jobb lesz. Hát nem annyira. Na mindegy. Szóval megúsztuk mindig a nagy viharokat. Mert volt nagy vihar, csak mi meg voltunk védve. Tehát ezt akartam érzékeltetni a videóba. De szépek ezek a fények is, ezek a színek, amiket ilyenkor egy vihar után lát az ember. Időnként ilyen misztikus földön túli. No, hát akkor most elbúcsúzok, csak azt akartam megmutatni, hogy nekem azért van egy hegyem szembe. Sziasztok!